Egyre többen díszítik otthonukat növényekkel. Állandó kínálat lett a 60-i meccsör. Kiemelten fontos a folyadékpótlás a nyári melegben. Jó estét kívánok, a 60 TV híradóját látják július 6-án. Csütörtökön Fekete Gábor vagyok, mondom is a részleteket. Bóna Pálné Magdi nénit 90. születésnapi alkalmából köszöntötték otthonában, az ünneplésben a család mellett a városvezetés is részt vett. Horváth Richárd polgármester virággal és díszoklevéllel ajándékozta meg a születésnapost, családja pedig egy fotómontázzal is kedveskedett neki. Magdi néni nyugdíjas volt, mikor új szakmát tanult és sok éven át dolgozott masszőrként. Azt mondta, hogy mindennapjait szeretetben, boldogságban tölti a családjával. Nyáron sokan döntenek úgy, hogy növényekkel díszítik a környezetüket, azonban fontos a megfelelő gondoskodás is. Évek óta a legkedveltebb kerti virág a muskátli és a leandár, de egyre többen választják a begónia különféle típusait is. A szakember azt javasolja, hogy érdemes figyelni a növények igényeire, és tápoltatozással óvjuk az egészségét. 60 közterületeit jelenleg csaknem 4500 egynyári virág díszíti, melyeket több mint 2500 négyzetméteren ültettek el. Begónia, kukacvirág és díszcsalán is került a földbe. A kiültetési rendszert Gulyás Katalin 60 fő kertésze tervezte meg, így pontos instrukciók alapján helyezték a földbe a színes virágokat, amelyeket Horváth Tihamér virágkertész termesztett és gondozott. A boldogi szakember azt tapasztalja, hogy egyre többen díszítik otthonukat is növényekkel és különböző posgásokkal. A muskátli még mindig a legközkedveltebb, azonban a begóniát is sokan keresik, főként szárazságtűrő tulajdonsága miatt. Ez éppen még a tavalyi cserében van, ezért nagyon látszik a tápanyag hiányos tünetek. Horváth Tihamér elmondta, hogy a tápanyag, valamint nitrogénhiány először az alsó leveleken jelentkezik, ugyanis sárgulni kezdenek, majd ez esetenként tovább terjedhet. A szakember éppen ezért úgy véli, hogy fontos gondoskodni a tápoltatozásról is, hiszen így megőrizhetjük növényeink egészségét. Hozzátette, előfordulhat, hogy túlöntözzük a virágainkat, vagy épp túl sok eső éri. Ilyenkor vas hiány alakul ki, melyet a növény sárguló felső része jelez. Hasonló tünetet produkál az atkafertőzés is, amely minden növényt érinthet. Erre a problémára azonban csak kémiai úton van megoldás, így érdemes szakemberhez fordulni, kezelés közben pedig be kell tartani a növényvédelmi szabályokat. Horváth Tihamér virágkertész hangsúlyozta, a legfontosabb dolog, hogy alaposan ismerjük a növényeink pontos típusát, és biztosítsuk a megfelelő körülményeket számukra. Fontos, hogy a helyét tudni kell, hogy hová tesszük. Tehát a napos helyre való begóniát ne tegyük árnyékba, de ez a muskátlira is vonatkozik. Árnyékos helyre ne tegyünk muskátlit, mert nem fog virágozni, csak nagy zöld lombja lesz virág nélkül. Tehát nem ez a cél. Oda vannak árnyékos helyre való növények, és ezeket a szabályokat, ha betartjuk, hogy mi hová való, illetve oda tesszük, ahová tényleg jó az a növény, mert a begóniákból például van 30-40 féle begónia, az árnyékos helyre valótól kezdve a tűzőnapra való begóniáig. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a növényeket legalább 2 évente tavasszal szükséges átültetni, a gyökérzetet óvva és megfelelő földet biztosítva a további növekedéshez. A közkedvelt leandert pedig nem szükséges sokkal nagyobb cserépbe helyezni, elegendő, ha csak 2 cm-rel nagyobb területet hagyunk rá a gyökérzetet körbeölelő földlabdától. Megújult a 60-i serfőzde meccsülének receptúrája, nem kell a szezonra várnia annak, aki a különleges gyümölcsös italt megkóstolná, ugyanis ezentúl egész évben árusítják. Az új receptúrával készülő sör már 2 hete kapható, amit nagyon sokan keresnek, emellett pedig továbbra is lehet világos, barna és búzasört választani.
Már kapható az új receptúra alapján készült kézműves meccsör a hatvani serfőzdében. A jó időben sokan látogatnak el a Hatvani Lajos Múzeum udvarára, hogy megkóstolhassák ezt a különleges gyümölcsös italt. Mostantól pedig nem csak szezonális, hanem az állandó kínálatba is bekerült a könnyed, savanykás sör. Maga a meccsör, ez az új fajta, ez pedig karakteresebb íz, jobban kijön a sör íz. Nem annyira édes, mint amit megszoktak, és a félmelyiket eloszlatta az a gyakorlat, ami az utóbbi egy-két hétben volt, hogy nagyon szeretik, és rendkívül gyorsan fogy, aminek mi örülünk. Kökény Ferenc hozzátette, 2 hete már kapható a megújult ízvilágú sör, azóta több mint 200 liter fogyott belőle. Végzetes kimenetele lehet annak, hogyha gyermeket vagy háziállatot hagyunk az autóban a tűző napon, figyelmeztet a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Nagy Csaba hangsúlyozta, hogy a nyári melegben akár 70 fokos is lehet a hőmérő higanyszála egy parkolóautóban, ezért kiemelten fontos, hogyha a gyermeket vagy állatot látunk egy felhevült autóba bezárva, akkor azonnal kérjünk segítséget. Megérkezett a nyár, ilyenkor gyorsan emelkedhet a hőmérő higanyszála 30 fok fölé. A nagy meleg több veszélyforrást is rejthet magában. Ilyen az is, amikor valaki gyorsan szeretne valamit elintézni, és ezért az autóban hagyja gyermekét vagy a kedvenc házi állatát. Azonban a tűző napon, szinte pillanatok alatt extrém meleg lehet a parkolóautóban, figyelmeztetett Nagy Csaba, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Kiemelten fontos, hogy a nagy melegben, kánikulában autóban soha ne hagyjunk gyermeket és házi állatot. A kocsiban kánikulában akár 70 Celsius fok is lehet, még félig leengedett ablak mellett, vagy fél árnyékban is percek alatt életveszélyes helyzet alakulhat ki. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Nagy Csaba hozzátette, a nyári hőség során több dologra is oda kell figyelnünk. A kánikula idején kiemelten 11 és 15 óra között tartózkodjunk hűvös helyen, kerüljük a szervezetünket terhelő tevékenységeket. A hőségben a szokásosnál nagyon mennyiségű vízre van szükségünk, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékbevitelre. Nagy Csaba kiemelte, az UV-sugárzás is egyre erősebb, könnyű ruházattal és megfelelő napszemüveggel védekezhetünk a leégés és a hőguta ellen. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőségben az egyébként tökéletesen működő kéményeknél légdugó alakulhat ki. Ez elsősorban társasházaknál fordulhat elő. Ilyenkor a kéménybe beszorult hideg levegő nem engedi ki a meleg felfele törekvő füstgázt, így az visszaáramlik a lakásba és szénmonoxid keletkezik. Ezért fontos, hogy a nyílt égésterű vízmelegítő közelében legyen szénmonoxid érzékelő. Ha valahol rendszeresen légdugó alakul ki a melegben, hívjunk kéményseprőt. Szeszélyes időjárás sok zivatarra egyelőre, ilyen az idei nyára. A hét hátralévő részében még számíthatunk esőre, záporokra, jövő héten azonban érkezik az igazi kánikula, mondta Bakota Zsolt, a METNET időjárás előrejelzője. Hozzátette, hogy Heves vármegye térségében szombattól a légkör kiszáradása várható, egy anticiklon érkezik, majd így hétvégétől 30 fok fölött lesz a hőmérséklet, hétfőtől pedig beköszönt az idei nyár második hőhulláma is. Napról napra erősödik a nappali felmelegedés mértéke, oly mértékben, hogy jövő héten hétfőn 29 és 34, míg jövő héten kedden és szerdán már országos kánikula, azaz 30 és 35 fok közötti csúcshőmérsékletek prognosztizálhatóak, a napi repertoárba pedig egyértelműen a kristálytiszta azurkék égbolt, a zavartalan perzselő napsütés és a nagyon erős UVB-sugárzás kerül majd, így délelőtt 10 és délután 16 óra között érdemes lesz a tűző napsugarát elkerülni. Pénteken mindenhol kisüt majd hosszabb, rövidebb időre a nap, délutánra 26 és 31 fok közé melegedhet majd a levegő. Szombaton változóan felhős, napos, de meleg strandidőre számíthatunk. Az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul majd. Vasárnap is sok napsütésre van kilátásunk, csapadék nem lesz, napközben 28-33 fokot mutatnak majd a hőmérők.
Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink, most a mesepercekben a Vajas Pánkó című mesét hallgathatják meg a gyerekek, ezt követően pedig a kommentárban Offela Zoltán beszél az FC 60 családi napjáról, ami szombaton lesz, majd az élesztőben Simonné Jászai Judit, dietetikus osztja meg a gondolatait. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és a Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60ihirlap.hu weboldalunkon. Ha tehetik, maradjanak velünk, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!